köszöntök mindenkit, és bemutatom dr. Balogh László főorvost, házi orvost, aki a megújuló egészségről szeretne nekünk előadást tartani. Az a cél, hogy a fórum estéken annak idején nagy részességnek felújítsuk, de itt sajnálatos módon a lapzártak kapcsán gondok voltak, így kerültünk nagyon közeli érdeklődő körülbelül, így sikült meghirdetni közeli érdeklődőnek egy napra ezt az eseményt, úgyhogy végül is úgy döntöttük, hogy Tibor javaslatára, hogy akkor a Balogh főorvosról kicsit rövidíti az eladást, és utána egy jó fél óra múlva akkor kezdjük a szemünkbe. Úgyhogy kérlek szépen. Köszönöm szépen, hogy egyébként csókolom, hogy kívánok. Balogh László, és a belgyűvel százalatos vagyok, Újpesten dolgozom egyébként, és volt nekem ezt most nem azért mondom, hogy én itt tartottam, vagy csak azért ez nem úgy sikerült, hogy kellett volna. Egy előadás sorozom a Újpesten, tehát ott úgy kezdődött, hogy az újság riportot csinált, a televízió riportot csinált, a televízióra fölvették, mindig volt operatőr, technikus, televízióra vetítették utána az előadásokat. Tehát ez nagyon sokkal nagyobb alulelő dolog, mint ahogy most ez látszik. Ez nem öncélű dolog, megmondom, miről van szó. A egészségünk megújulása, bocsánat kérek, én majd lehet, hogy közbe sétálok. Ennyi papírt hoztam, ezt is csak azért, mert azt sem tudtam, most itt az úr mondta, hogy lenne vetítő, meg ilyesmi, de hát Pistától úgy tudtam, hogy olyan nincs, és akkor egy darab papírt hoztam, hogy ne tegyek el nagyon a tárgyat, csak azért. És akkor most ez, tulajdonképpen ez egy 4 előadásos, valamikor 6 előadás akart lenni, de aztán akkor, amikor kezdtük ezt, rájöttem belenyúlni a nyárba, ez a múlt évben, és akkor hát nyáron nem nagyon jön már senki biztosan. De ez azért olyan gondolom volt, hogy 100 meg 100 fős fölötti nézettséggel, meg kereséssel, és hát azóta is állandóan arról van szó, hogy ez mikor folytatódik, mert a televízió, hál' Istennek, természetesen nem az országos, hanem a újpesti televízió nagyon sokáig minden így előadást vetítette, meg az előadók megbeszéléseket is, meg a riportokat is, és így hál' Istennek azért elég sokan látták. Itt arról van szó tulajdonképpen, és azért, hogy én toborozni akartam, ott is mondtam, hogy tulajdonképpen toborozni szeretnék, mert a hülye azért nem vagyok, hogy egy orvos azért kezd egy előadásra, az ott befejezés mi van, semmit. Semmi. Mi van, vagyok, semmi. Tart négy előadást, vagy hatot, vagy amennyit akar, és nincs semmi. És onnan indult nekem ez az elgondolásom, hogy mi vagyunk a kihaló nemzet Európában. Tetszik, nem tetszik, ez így van. Magyar fog meghalni, kihalni kb. 200 év múlva. A kutyát nem érdekli, hogy kihalunk, vagy nem. És az a másik, nem kellett idemik rásuk, meg senki. Úgy kihalunk, hogy kell, aztán persze, hogy elfoglalják a területünket. Tehát ez a borzasztó nagyon-nagyon-nagyon nemzeti ügy. Egészségünkről van szó, a legbetegebb nemzet most a magyar Európában. 30-40 ezer embert veszítünk évente. 1980-ban 10 millió 700 ezeren voltunk. Most, vagy azt most már, hogy 10 millió alatt vagyunk jóval, és ugye az előre jelzések, illetve számítgatások ugye nagyjából lehet, hogy nem pontos, hogy 2020-ra 9 millió 500 ezeren leszünk. Borzasztó nagy veszteség, és azt jelenti, amúgy is az évi statisztikákat nézve, hogy a 30-40 ezer embert veszítünk évente. És ugye akkor ezt, hogyha beszorozzuk ezt a 30-40-nel, akkor ugye a 6-8 millió ember 200 év alatt. És ez nem így szokott lenni, ez nem lineáris dolog, hanem ez ugye fölpörög, mert ha egyre kevesebb a szülőnő, akkor egyre kevesebb a gyerek, és egyre több az idős ember, és egyre több a halott. Következésképpen ez nem is biztos, hogy ez 200 év, de mondjuk az a maximum 2-300 év. Hogyha ez a tendencia marad. Hát mi a baj? Az a baj tulajdonképpen, hogy bármilyen statisztikát nézünk, akkor mi vagyunk a legrosszabb egészségi állapotban. Majd mindjárt tényekkel és egészségi betegségekkel igazolom, hogy mi vagyunk, hogy hal meg a magyar. De a lényeg az, hogy nem csak mondhatnánk azt, hogy ugye nálunk itt volt a szocializmus, aztán ezért meg azért, nem igaz, nem a szocializmus, de szó sincs róla, hanem a volt szocialista országoknál is sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, tévedéséget tesi véget. Tehát nem az, hogy a kapitalisták jól élnek, és azért bármelyik volt szocialista országban rosszabb helyzetben vagyunk. Élet szempontjából és egészség szempontjából.
Csak egy egyetlen pillanatra egy példa. Azt mondta, aki a 60-65 éves korát megérje férfi Magyarországon, 59% esélye van. Magyarul 41 meghal előtt. Az osztákoknál 80% esélye van, itt vannak mellettünk. Nem valahol. A világ egyik legjobb helyén élünk. Mindent meg tudnánk tulajdonképpen termelni, de valami olyan öngyilkolást végez a magyar, ami elképesztő. Hogy mitől függ tulajdonképpen ez most? Az a baj, hogy ha azt megnézzük, hogy megnézzük a GDP-t, a vásárlóerő paritást, az egészségügyre fordított pénzt, amit a kormányok, egyetlen egy kormány sem volt Magyarországon, ez sem, meg a többi sem, egyetlen egy kormány volt Magyarországon, az egészségügyre foglalkozott volna. De nem csak most a kommunisták idejében sem, sőt, megjönött előtt sem. Tehát egyszerűen az egészségügyet nem, ugye az pénzt meg kell. A pénzt eladni arra, hogy az egészségügy jól működjön. Na most nem ez a lényeg tulajdonképpen itt ebben az esetben. Azt is megmondom, hogy miért. Tehát ha megnézzük a gazdasági helyzetet, a pénzeket, hogy a csúnyi, a vásárlóparitása, az egykörű első jövedelem, stb. Akkor is rosszabb helyzet. Tehát amennyi arra van, annál is rosszabb, hogy hamarabb halunk meg. 3-4 évvel, mintha kiszámítják, hogy akkor ezek azon körülmények között, hogy kellene. Amúgy meg 7 év, az meg kellett szépen, ki miért mennyire. De mi a lényeg? Az a lényeg, hogy tulajdonképpen az egészségügyi ellátástól az, hogy egy népnek, egy nemzetnek, egy népcsoportnak milyen az egészségi állapota, az egésznek, a társadalomnak milyen az egészségi állapota, 11%-ban függ az egészségügy. Ezek a statisztikai adatok, ezek nem magyar adatok, tehát nem magyar statisztikai adatok. Ez az egészségügyi világszervezetnek, az egészségügyi statisztikai hivatalnak, az Unió egészségügyi szervezetének, és például a KSH-nak is, tehát azért stimmelnek. Hát ezek az adatok, ezek nem népből kapottak, és nem csak Magyarországra vonatkoznak. Tehát az a lényeg, hogy ahhoz, hogy milyen az egészségi állapot a társadalomban, 11%-ban van az egészségügyi ellátás rendszerétől. És 43%-ban attól, hogy mi hogy élünk. 44-szeresen. És hogy él a magyar? Ezért halunk meg. Borzasztó sokat kellene ahhoz fordítani, hogy valami észszerű, és lehet, mert borzasztó nehéz egy népet hirtelen megváltoztatni, az étkezési szokásait, a mozgását, a viselkedését, a szenvedélyeit, ugye rengetegen cigarettáznak vagyunk szemben. Az a baj például mindenben, ezekben a részletekben a dolgokban mindenben az első között vagyunk, tehát a világ élvonalában vagyunk. Akkor alkoholfogyasztásban, cigarettában, öngyilkosságban, a stressz helyzetünkben mindenütt ott vagyunk ebből az élvonalban. Úgyhogy ezen kívül ugye mondjuk, hogy 11% az egészségi ellátás, 43% az, hogy mi hogy élünk, hogy mindenki szívja az egészséget, de amikor viszi a mentő, nem akkor kezdődik a baj, hanem az 30 évig hogy élt előtte. Mit evett, mit ivott, hogy élt, mennyit mozgott, hogy vigyázott magára. Én háziorvos vagyok, és ugye mindig mondom a betegeimnek, mert ugye oda jönnek, és hogy nálam időre megy a dolog. Tehát be kell jelentkezni, és időre megy. Nem ez a mániám, hanem ez 2000, ez nagyon jó betegeknek is, mert 2003 óta csinálom, és nagyon-nagyon sokan mondták, hogy az elején, jaj, rád a doktor, csak így lett volna mindig. Mert ugye ki tudja számítani az idejét. Tehát oda jön 9 óra 10 perc, tudja, hogy fél 10-kor elmegy. Legkésőbb. Ha van egy kis csúszás, nem, akkor előbb. Máskor oda jött reggel 8, és lehet, hogy fél 12-ig ott volt, mert ott álltak 40-en, és amikor sorra került, akkor sorra került. Ott vitatkoztak, hogy ki jött elő. Tehát ez sokkal jobb rendszer, nem ez a lényeg, hanem ugye jelentkeznek és mondja, hogy de már nincs gyógyszerem. És azt mindig mondom nekik, hogy nem az orvosnak a felelősség, hogy van gyógyszer, vagy nincs. Az övé. Hát az orvos nem tudja, hogy neki most fog bejárni. Tehát van, akitől 40-en a rendelőbe, de ő most azonnal jönni akar, és mindenki álljon félre, mert ő végig kell a receptjét. Tehát egyszerűen nem, mert nincs vérnyomás csökkentő. Már 2 hete nincs neki vérnyomás csökkentője. De most azonnal. Doktor úr, állj, aktárja. Tehát nézzük a másik oldalt is, hogy mi hogy viselkedünk. Nagyon fontos, és ez azért fontos, ez csak egy példa, de azért fontos, mert az étkezéseiben, a szokásaiban mindenben ugyanúgy viselkedünk. Na, azt mondja, hogy ezen kívül ugye az egészségi állapothoz még jelentősen hozzájárul a genetikai tényezők, az 27% genetikai tényező, és 19% a természeti és a környezeti hatások, ami szintén ugye elég rossz. A genetik egyetlen ezek közül, a 27%-ot nem tudjuk kivédeni a genetikai tényezőket, máskor mindenen lehetne segíteni, rengeteget. A genetikai tényező például, biztos tetszettek hallani, hogy Angelina Jolie levetette mind a két mellét,
és műveleket etetett föl neki, mert 80-valahány százalék esélye volt, hogy belrákja lesz. Mert minden nőnek belrákja volt a családjára. És kiszámították, hogy 80, neki hál' Istennek volt pénze, és így megszabadult attól, hogy gátos lehessen a belrákja lehessen, és ezért csináltatta. Ez a genetika, ezt nem lehet kivédeni. De a többit igen. Az egészségellátási felhetnek, az csak 11%-ban jár hozzá, 43%-ban mi, és a környezetünk pedig 19%-ban. Na, azt mondja, hogy mik a fő okok azért, hogy ennyire meghalunk. Hogy ilyen rossz, nem de rossz egészségi állapotban a magyar nemzet. Mert először is a halálok Magyarországon, ez egyébként mindenütt a világon az a legelső, a szív- és érrendszeri betegségek. Ez Magyarországon 54%. Tehát a halottak 54%-a szív- és érrendszeri betegségben halni. Ezt nem ütessenek gondolni, hogy akkor mindenkinek infarktusa volt, vagy tüdőemboliája, hanem az érrendszere ment annyira tönkre a szervezete. Tehát az érrendszeri betegségben természetesen ezek az akut esetek, ezek többnyire ezek fejezik be az életet. De itt az a lényeg, hogy 30-40-50 év alatt tönkre megy teljesen az érrendszere, azért kapunk infarktus, stb. Legrossz az erőportoktól. Egy gyereknek az érfal belülről az olyan, mint ez a tükör. A miénk meg olyan, mint a fakérek. Üregi idős lesz az ember. És akkor ott ennek ugye az alapos elemek, tehát a vérben alapos elemek, a kisgyógytes fejlődése, stb. Szóval a trombociták, és ott neki ütődnek ezeknek a kis göcsörtöknek. Azért nem tessék itt esetleg gondolni, de hát ott vannak ilyen az érfal. És akkor ebből utóbb azok tönkre mennek, kibocsátanak olyan anyagokat, ami alkotást hoz létre, amitől trombózis lesz, tehát ott lesz egy vérrög. Mi a baj egy infarktusnál, ha már itt tartunk? Ugye az infarktus az egy érrel zárulás. De nem ez a lényeg, hanem az, és azért nem tudják az emberek, hogy most múltán valakinek három infarktus, és még mindig él a másiknak egyből adottan akar. Azért nem mindegy, mert ugye a szívet körülveszik a koszorúsevek. Azok szállítják a vért, a oxigénnek a kaját, ugye a szívnek. A szívnek borzasztóan sok kell az állandó rutinnál. Annak a kaja kell, hogy nincs mese. Na most, hogyha egy nagy eret, megy egy nagy ér, és abból rengeteg kis ér ágazik el. Most, egy nagy eret, egy nagy trombusa van, az zár el, akkor egy nagyon nagy érfeg, vagy nagyon nagy izom réteg elpusztul. Tönkre megy, nekrotizál. Bocsánat, magyarul elrohad az izom, tönkre megy. Kész, vége, nem tud pumpálni, vége az életnek. Ha egy pici kis ér vagy az a nagy ér, és nagyon kis, mint a gallyag a fál, és egy nagyon pici kis végső ér záródik el, tehát a kicsi magyarul a trombus, akkor csak egy kis terület, és az lehet, hogy észre se veszi. Ezek óriát, ezek nagy különbségek, de így van. Tehát az egy ilyen érrendszerek, ilyen érfallal, és mik segítik ezt elő? Mindenféle, ugye a mozgáshiány is, az étkezésünk, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, stb. Ezek azért, mert ugye nem mindegy például egy magas vérnyomás betegnél, akkor a zsíranyagcsere, amikor ugye magas a koleszterinje, azért, mert nem mindegy, hogy egy betegnél a vérnyomása ugye a szívre, meg az erekre milyen hatással van, mert ha nagy a nyomás benne, akkor az két hétig nem érdekes, de 30 év alatt állandóan feszegíti az ereket. Ha a szívnek az ellen kell dolgozni, nagy a nyomás ellen kell dolgozni, óriási különbség, és akkor jönnek, hogy tönkre megy. A anyagcsere betegségek, a zsír és a cukoranyagcsere betegség, azok pedig ugye rosszul látják el a sejteket, mindent a sejtek dolgoznak. Tehát ne higgyük, hogy van egy májunk, abban nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok millió sejt van, vagy a vesébe, vagy a szív, vagy stb. És azok dolgoznak, azok végzik el a munkát a szervezet számára. Az a nagyon-nagyon sok sejt, most ezekből szépen megy tönkre, egyre kevésbé tudja látni munkáját. A másik, nagy halálok Magyarországon, a következő daganatos betegségek, az 27%, tehát 54 volt az szív- és érrendszeri betegségek, és 27% a daganatos betegségek. Itt az a borzasztó, hogy amíg az Európai Uniós országokban az utóbbi 30 évben folyamatosan csökken a daganatos betegség, addig Magyarországon az utóbbi 30 évben 30%-ot növekedett. Döbbenetes szám. Máshol csökken, az Európai Uniós országokban nálunk 30%-kal növekedett 30 év alatt. És ez is azért van, majd mondom aztán, hogy milyen nagyokat teszünk, meg mit, hogy kellene, mi a következménye ennek. Ez már ugye a 81%-a kettő, a 27, meg az 54, akkor
korban emésztőszervi betegségek az 8%-ban jelentkezik Magyarországon. Na most itt viszont az a döbbenetes ebben a 8%-ban, hogy az Európai Uniós államnak a 7-szerese a miénk. 7-szerese. 7-szer annyi hal meg emésztőszervi betegségben, és ennek az első számú oka az alkoholizmus, az alkoholfogyasztás. Most tévedések elkövetése véget, aztán jön a légzőszervből, az lény és a külső okok, a külső okok, az öngyilkosság, a balesetek, stb. Az 7%. De az első három tulajdonképpen ugye a lényeg, mert az már rögtön 89%, 54% a szív- és érrendszerű betegség, a daganatos 27% és az emésztőrendszeri pedig 8%. És a világviszonylatban az emésztőrendszeri betegségekben halálozásról van szó, mindig úgy tessenek rá, tehát nem hogy megbetegszik, meghal. És akkor a statisztikák beszélnek, mert a emésztőrendszeri betegségekben a ugye 7-szerese az Európai Uniós átlag, és világviszonylatban a második helyen állunk. És ez is ugye, mert tönkre megy a májunk, a hasnyálmirigyünk, a gyomruk, ugye az egész emésztőtraktus, és aztán jönnek a daganatos betegségek. Most a szív- és érrendszeri betegségek pillanatra visszatérve, az uniós átlagnak a háromszorosa a magyar halálozásnak. Az uniós átlagnak a háromszorosa, és még az is döbbenetes szám, hogy a 65 évnél fiatalabb nők Magyarországon nagyon rossz helyzetben vannak, nyilván a magyar életmód miatt, mert az Európai és Uniós országokban összehasonlítjuk a férfiakat, mert a férfiak mindig hamarabb halnak meg, mint a nők, mindenütt. És az Európai Uniós országokban mindenütt a saját népéhez hasonlítva, a saját nők és férfiak ugyanabban az országban, férfiak háromszor annyian halnak meg, mint nők. A magyar nők többen halnak meg, mint a férfi, mint kint a férfiak. Ekkora különbség. Az a férfiaknál is. Európai Uniós átlagos vagy az országokban a halálozás ilyen. Aztán a rákos megbetegedéseknek, a daganatos, oszlopos daganatos megbetegedéseknek a halálozásának a 40%-a 65 év alatt van. Ennek se szabad. És a étkezéssel és az életmóddal összefüggően van. Hát például 2005-ben 97.400 valamennyi gyerek született, és 132.000 valahány száz halottunk volt. Tehát és ezt tartjuk ezt a sajnos, ezt a 30-40.000 közötti számot. Most azt is mondhatnánk tulajdonképpen, hogy a hóhérunk ugye a fogyasztói társadalom, mert hát most minden másként van, mert ki van szolgálva az ember, mert tulajdonképpen nekünk kéne főzni, megvenni a nyerseget és főzni, de hát ugye most már mindenki hol teszik, hol teszik, és ott aztán kap mindent. Nem azért, mert rosszat akarnak, hát azért ugye könnyen eladható, gyorsan. És jó ízű, az a nagyon nagy baj, hogy jó ízüket csinálnak, tehát nem olyan, hogy ehetetlen, hanem jó ízű, és az emberek ugye eszik, mert kényelmes, sokkal kényelmesebb. De hogy ha mondhatnánk, hogy hú, érünk a fogyasztói társadalom és a többieknél, mi van az Európai Unióban? Mi van a konszociós országokban? Miért vagyunk mi rosszabb helyzetben? A kétségtelen, hogy nagyon megváltozott a helyzet a fogyasztói társadalom. Hát mit tetszenek hallani a rádióban, a televízióban? Mindent el akarnak adni. Minden. Ilyen jó, olyan jó, mindent. Nem csak az élelméről, hogy élelmiszer, mindent, az élelmiszer is. Most mi van? Amúgy is ugye vigyázni kellene, mert azért a mindent el akarnak adni, de például az élet is borzasztóan megváltozott. Mikor én gyerek voltam, én az első életem első 16 évét falun töltöttem, de ott éltünk és falun nőttem föl, és hát ott azért mi fotbaloztunk a porba, meg birkoztunk a fűbe, meg az akármi. 30 falun keresztül nem tudtuk olyan, hogy valaki allergiás lenne valamire. Most meg minden második vagy harmadik ember allergiás. Miért? Azért, mert például, ne menjek messze, az én gyerekeim is, ugye a feleségem megvette ezt a dobozos tejet. És ugye azon nőttek föl. Na most ahol az első 16 évet értem, ott ugye azért ott jártam iskolába, és általános iskolába, és azért egy-egy barátom ott volt, akikkel nagyon jó viszony voltunk, és a gyerekek lementek nyaralni hozzá, mikor mit tudom én a lányom volt 12 éves, vagy itt a fiam, meg 8, mert 4 év különbség van köztük. Nem ez a lényeg, hanem a lányom úgy jött haza, hogy ugye azok hordták a tejet. És akkor a tehéntől, és elment valamelyik a barátom, vagy a felesége, és hazahozták a tejet, és akkor a lányom, amikor hazajött, mondta, hogy apa, képzeld el, azt hittem elhányom magam. Az a tej meleg volt, üdös volt, habos volt, az
azt mondja valahogy, hogy miről szokott, és mi a baj? Ebben rengeteg tartósító, meg minden, minden van. Ugye ezek a dolgos tejekben, csak tej nincs. De a gyereknek az, a szerelem, az a természetes adag. Hát azt tette ekkora korúban. Az a természet, a másik már nem természetes. Miért van ennyi barlangfiolergia? Azért, mert minden fele, minden, nagyon sok minden ugye kerül a szervezetünkbe, mert hogy kezdődik a mezőgazdaság. Ugye először megnyomják a földet valami gyomírtóval, vegyszerrel, igaz? Utána csárázzák, hogy hogy hívják ugye a magot, hogy kikeljen. Utána, amikor az kikel, akkor az megpermetezik. Stb. Ezt adják a marhának, meg a jószágok is azt tetszik, meg mi is. Akkor még a jószágnak azért antibiotikumok ezen minden nyomnak, hogy azért fejlődjön és ne legyen baja. Következésen tele van mindenfélével, nem természetes anyagokkal. Mi ezt teszünk. És a természetes anyagok már nem természetesek. Mert nap mint nap ezekkel találkozunk. Tehát amúgy is lenne borzasztó sok teendünk ráadási oldal, meg még borzasztó mindig jól kellett. Bocsánat, csak azért nézek ebből mindig bele, hogy ne térjek el nagyon a tártól. Aztán az a helyzet, hogy ebben most nem, ebben, hogy ez itt fölvetődött benne, az azért vetődött föl, mert hogy ennyire rossz a helyzet, és ennyire kihaló a magyar. De ezt a, azt, hogy nem, hogy, hogy kellene élni, étkezni, mozogni, stb. Ezt nem én találtam fel a spanyol viaszt. Ez nagyon-nagyon régóta, mondom is, 1766-ban, egy Mátyú, nem mondom végigletesen megírni, 1766-ban Mátyús István nevű orvos a diétetika dolgozatát megírta, 1766-ban. Tehát ugye régóta tudják az ember, de most is mi történik? Hát nem tudom milyen tudományos intézetektől, meg milyen hivatalos intézetektől, stb. Alakultak meg, és minden van a tudományos akadémiának, az élelmiszer és nem tudom milyen kutató intézet, és hova jutunk? Mert ugye emberek vannak ott, és nem akarom őket bántani, de azért úgy, hogy ott van egy professzor úr, egy igazgató úr, egy főmérnök, egy nem tudom, kicsoda, és baromi jól el van. De mi történik? Hol mozgatják meg a társadalmat? Hol van politikai erő, hogy nem mozgatja, hogy politikai akarat lenne arra, hogy ne halljon ki a magyar? És az a nagyon nagy helyzet, hogyha ezt rendbe tennénk, akkor tessenek elhinni, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokkal kevesebb kerül az egészségügy. Csak egy nagyon egyszerű példát mondok. Borzasztó nagy különbség a kezelésben, hogyha például 80-valahány éves embernek eltörik a lábam. Meg kellene előzni. Meg kellene előzni, foglalkozni kellene vele, vizsgálatokat csinálni, ha kell olyan gyógyszereket adni, hogy ne legyen oszteoporózis, azaz csontritkulása. Mert nagyon sokkal többbe kerül már, amikor eltört a lába, akkor a sokszorosát fizetjük ki annak, mint amennyibe került volna akkor, hogyha és mindennel így van. Mindennel. A szívinfarktustól kezdve mindennel. Hát gondozni kellene, megelőzni, mindig elmondják, megelőzni kell a betegséget. Akkor egyszerűen tudom, mit csináltak. Én házi orvosok, én tudom, tehát még arra a dátumra is emlékszem, a Gyurcsány kormány vette ki 2007. november 1-ével, hogy én nem tűnhetek, mint házi orvos csontritkulás vizsgálatra, vagy mammográfiára. Tehát